A Magyar Egészségügy napja. Orvosokat, ápolókat és egészségügyi szakdolgozókat tüntettek ki a megyeházán. Tombol a hőség, palackozott ásványvizek osztásával tették elviselhetőbbé a kánikulát Nyíregyháza belvárosában. Segítik egymást, megállapodás született a Nyíregyházi Egyetem és a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium között. Orvosokat, ápolókat és egészségügyi dolgozókat ünnepeltek csütörtök délután a megyeházán a Magyar Egészségügy napja alkalmából. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az eseményen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 31 szakembernek adott át kitüntetést, a Magyar Orvosi Kamara pedig a házi orvosok munkáját ismerte el. Tárogatóval megszólaltatott dallamokkal köszöntötték a megyeháza dísztermében az orvosokat és egészségügyi dolgozókat. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amelyet Semmelweis Ignác születésnapján tartanak. Hasonlóan az előző évekhez, most is ebből az alkalomból díjazta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vezetősége azokat az orvosokat, szakdolgozókat és ápolókat, akik több évtizedek kiemelkedően végzik munkájukat. Összesen 31-en kaptak kitüntetést. Szondi Zita főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, az egészségügyben az elmúlt 2 évben régóta nem tapasztalt összehangolt munkára volt szükség. Az elmúlt időszak másról sem szólt, mint a pandémiáról, a járványról, a menekültellátásról, és olyan krízisekről, kritikus helyzetekről, amelyeket együtt kellett megoldanunk. Együtt mindannyiunknak, akik a kórházban dolgozunk, orvosoknak, ápolóknak, adminisztrátoroknak, a háttérszolgáltatásban dolgozó műszaki, gazdasági terület dolgozóinak, hiszen csak együtt és egymást támogatva sikerülhetett az, amit elértünk. Román István megyei kormány megbízott is a koronavírus járvány elleni védekezést, az oltási akció hatékonyságát és a menekültek egészségügyi ellátását emelte ki beszédében. Az az időszak, amit magunk mögött hagytunk, egy főigazgató asszony is mondta, ez az időszak, ez új kihívásokat jelentett a számunkra. Én azt gondolom, hogy a megyében élő emberek számára megnyitató volt, hogy ezeknek a kihívásoknak sikerült megfelelni. Sok esetben közös munkával, az oltások szervezése kapcsán, a pandémia elleni védekezés kapcsán, és ugye nekünk még itt bónusz feladatunk is adódott, mert az ukrán határnál is folytattunk oltásokat, és több tízezer ukrán állampolgároknak az átoltottságát segítettük ezáltal. Legutóbb időszakban pedig a menekült áradat kapcsán kellett helytállni az egész megyének. Elhelyezkedésünknél fogva ez így van, hogy bennünket érnek ezek a feladatok legelőször, és el kell, hogy mondjam önöknek, hogy ezt sikerült minden területen megtennünk, ebbe az egészségügy is beletartozik. Az idei volt az első olyan Semmelweis napi ünnepség, amelyet a kórház a Magyar Orvosi Kamarával együtt szervezett. A kamara megyei szervezete címzetes főorvosi címeket adományozott azok számára, akik legalább 20 éve házi orvosként tevékenykednek, míg 4 kiváló orvosdíjban részesültek. Egy házi orvos számára oly ritka az az alkalom, amikor elismerésben részesül, mikor ilyen igazán impozáns környezetben díjazzák a tevékenységét, a gyógyító tevékenységét. 20 év az hatalmas idő, bár egy jogszabály teszi lehetővé a címviselését, de az az orvos, aki ennyi időt töltött a betegei szolgálatában, már csak a szolgálattal magával kiérdemelte, hogy főorvos legyen a szűkebb környezetében, bármiféle jogszabály nélkül is. Külön örömöt jelent ezért számomra, hogy egy közös rendezvény keretében szimbolikusan is láthatóvá válik az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó kollégák egymásra utaltsága. Együtt örülünk egymás eredményeinek. Július 1-e az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, így pénteken zárva tartott a gyógyszertárak többsége, a házi orvosi, a fogorvosi szakrendelők, valamint a védőnői tanácsadók sem fogadtak pácienseket. A sürgős esetek ellátását az ügyeleti rend szerint biztosítják a nap folyamán.
Palackozott ásványvizek osztásával tették elviselhetőbbé a kánikulát Nyíregyháza belvárosában. Az akciót a megyeszékhely önkormányzata rendelte el a hőségriadóra való tekintettel. Bár hétvégén valamelyest enyhül a forróság, érdemes továbbra is sok folyadékot fogyasztani, és elkerülni a tűző napon a legmelegebb órákat. Egy hideg ásványvizet. Senki nem utasította el az ásványvizet a délelőtti órákban Nyíregyháza belvárosában. A közterület felügyelet összesen 1500 palackot osztott szét rövid időn belül a korzó előtti sétáló utcán. Kettől a legmelegebb órákban kivétel nélkül 35 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A tartós kánikulát nehezen viselik a járókelők. Nem lehet bírni ezt a hőséget, főleg én szíves is vagyok. Nehéz nagyon. Nagyon nehéz elviselni. Ugye június-július a főszezon, nagyon jó dolog, hogy a város hozzájárul ahhoz, hogyha jövünk, megyünk ügyet intézni, például én is most megyek ügyet intézni, és kapunk egy kis folyadékot, folyadékpótlással szerintem megoldható. Az önkormányzat már nem először biztosít ingyen ásványvizet a belvárosban közlekedőknek. Az előző évekhez hasonlóan most is a hőségriadó idejére szervezték meg az akciót. Ilyenkor a vízfogyasztásnak, a szénsavmentes ásványvízfogyasztásának nagyon nagy jelentősége van. Szóval nem nagyon érzékeljük, de már most is bőven itt az árnyékban 30 fok fölött vagyunk, és az ember óhatatlanul veszíti a folyadékot, tehát ahhoz, hogy a szervezete tudja magát fenntartani, az vizet kell inni. Ezért is csináljuk ezt már több éven keresztül polgármester úrnak a kezdeményezéséből, és valószínűleg, hogy az időjárást nézve ezt a következő években is fogjuk. Az előrejelzések szerint hétvégén kismértékben enyhül a hőség. Tanácsos ugyanakkor a következő napokban is vigyázni, délelőtt 10 és délután 4 óra között továbbra sem érdemes hosszú ideig a tűzőnapon maradni. Továbbá, ahogyan arra a vízosztási akció is emlékeztet, nagyon fontos odafigyelni a rendszeres folyadékbevitelre. Köszönjük szépen! Köszönjük. Július 1-től már az új rendszámtáblákkal kerülnek forgalomba a gépjárművek, a korábban használt karakterkészlet legfeljebb néhány éven belül kifutott volna, ezért volt szükség átállni az új rendszámtáblákra. Az újfajta rendszámtáblák latin ABC szerint két magánhangzóból vagy két mással hangzóból, majd újabb két betűjelből és három számjegyből állnak. A megye első új rendszámtábláját Román István kormány megbízott adta át a város egyik autókereskedője számára a nyíregyházi Kossuth téri kormányablakban. Az új rendszámtáblák felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre, azokból július 1-től a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapnak. A már használatban lévő hatósági jelzéseket nem kell új táblákra cserélni, azokkal a továbbiakban is lehet közlekedni. A rendszámtáblák költsége nem változott, továbbra is 8500 forintba kerül egy pár rendszámtábla, míg darabja 5500 forint. A Nyíregyházi Egyetem rektora szerint sorsfordító együttműködési megállapodás született az egyetem és a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola gimnázium és kollégium között. A megállapodás értelmében segíteni fogják a diákok egyetemi felkészülését, az állami mellett egyházi ösztöndíjban részesítik őket, végül a diplomát szerzett hallgatókat pedagógusként visszavárják az egyházi fenntartású intézményekbe. Az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent a természettudományos szakok iránti érdeklődés, mondta el a Nyíregyházi Egyetem rektora, majd hozzátette, a tanári szakoknál lényegesen népszerűbbek az orvosi vagy gyógyszerészi képzések. Az egyetem számára éppen ezért a rektor szerint sorsfordító lehetőséget jelent, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt álló Korányi Frigyes Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményével együttműködési megállapodást kötöttek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ebben a mintaprojektben olyan elemeket is beleraktunk, ami erre a pályára ösztönzi, motiválja a középiskolás diákokat. Például a beiskolázásban egy ilyen pályaorientációs tevékenységet is szeretnénk végezni, illetve nem csak a diákokat, hanem a szülőket is megcélozzuk. Például kampuszlátogatással, laborlátogatással összekötött szülői értekezletet szeretnénk tartani, emelt szintű érettségére való felkészítést,
részt kívánunk venni a tehetséggondozásban, nyári egyetemet szervezünk, és hogyha a tudományos munkánkba bekapcsolnak a hallgatók, és országos tudományos diákköri konferencián részt vesznek, illetve hát eredményt érnek el, akkor ők pluszpontot is kapnak a felvételin, tehát ezt is intenzíven szeretnénk elősegíteni. Az egyházmegye számára is első alkalommal nyílik lehetőség ilyen léptékű együttműködési megállapodásra. Szocska Ábel megyés püspök úgy véli, a pedagógus hiány veszélyének az egyházi fenntartású intézmények is ki vannak téve, ezért fontos, hogy gondoskodjanak az utánpótlásról. Mi is látjuk a saját görögkatolikus oktatási intézményeinkben, hogy a jövőre nézve szükségünk van a pedagógus képzésre, és ahhoz, hogy a diákokat motiválni tudjuk, egyfajta támogatási rendszer szeretnénk felállítani, amiben anyagilag támogatjuk a diákoknak a tanulmányait, cserébe azt kérjük, hogy egy bizonyos ideig a mi oktatási intézményeinkben teljesítsenek szolgálatot, miután diplomát szereztek. Gincsai Zoltán Gábor intézményvezető szerint az együttműködési megállapodás segítséget jelenthet a diákoknak az emelt szintű érettségire való felkészülésben, a tehetséggondozásban, a tanulmányi versenyekre való felkészülésben, valamint a pályaválasztásban. Már nem is hosszú távú, hanem már akár középtávú célunk is, hogy az egyetemmel együtt munkálkodva gondoskodjunk arról, hogy az egyházi intézményekben, de a Korányi Frigyes görögkatolikus iskolában legyenek tanítók, legyenek humánszakos, ugye történelemszakos tanárok, például a mi megállapodásunk erre is kiterjed, de igen, legyenek természettudományos szakokat tanító tanárok, olyanok, akik mind szakmai, mind pedig emberi kvalitásaikkal az intézményünkben tanuló gyerekek javát szolgálhatják. Az együttműködési megállapodás tehát nem csak az egyetemre való bejutást könnyítheti meg a jövőben, de a hallgatók számára az ösztöndíj lehetőség mellett a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is biztos támasz lehet. Július 1-én a közszolgálatában dolgozók munkájára hívják fel a figyelmet a közszolgálati tisztviselők napján. Az ünnepet 1997-ben tartották meg először, ebből az alkalomból számos elismerést adtak át a megyeházán. A két évtizede alapított Szabolcs-Szatmár Bereg megye közigazgatásáért díjat 20 önkormányzati és állami szférában dolgozó tisztviselő vehette át. Megrohanták a kormányablakokat az elmúlt hetekben az emberek. Sokan az utolsó pillanatra hagyták a járvány alatt lejáró személyazonosító okmányaik cseréjét. Az ügyintézést a kormányablakok hétvégi nyitvatartással is segítették. Július 1-e a kormány és köztisztviselők napja, ez alkalomból a megyeházán tartottak díjátadó ünnepséget, ahol az elmúlt időszak kihívásairól, a feladatellátás nehezítő körülményekről is szóltak. Aki az állam vagy az önkormányzatoknak a rajtuk keresztül az emberek szolgálatára szegődött. Nagyon fontos az, hogy az emberek, az állampolgárok azt érezzék, hogy számíthatnak a közigazgatásra, számíthatnak az ottani kollégákra. Így mind a Covid idején, mind a háborús helyzetben rengeteg plusz feladat adódott, ahol el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg túlmunka vállalásával, és azt gondolom, hogy magas színvonalon jártak el azok az önkormányzatoknál, állami hivataloknál dolgozó közszolgák, akiknek ez ügyben feladata keletkezett, úgyhogy azt gondolom, hogy hálás köszönet jár mindenkinek ezért. Az ünnepségen számos elismerést adtak át. A 2002-ben alapított Szabolcs-Szatmár Bereg megye közigazgatásáért díjat 20 megyei kormány és köztisztviselő vehette át, köztük Székely Tibor, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzati hivatal megyei aljegyzője. 2001. október 1-én kezdtem dolgozni a megyei önkormányzati hivatalba, tehát közel 21 éve, és úgy gondolom, hogy az elismerés ennek a munkának az elismerése. Igyekeztem mindig teljes emberként, szakemberként is, emberként is odaállni a munkához, elvégezni a feladatokat. Ebben mind a mindenkori és jelenlegi főnökeim, mind pedig a kollégáim nagyon nagy segítségemre voltak. Úgy gondolom, hogy ennek éred be a gyümölcse ezzel az elismeréssel. Kormány megbízotti dicséretet Hajzer Lászlóné, a kormányhivatal belső ellenőrzési osztályának vezetője vett át, Kozák Krisztián, Tarpa jegyzője pedig a Szabolcs-Szatmár Bereg megye védelméért plakettet kapta meg, a háború elől menekülők segítéséért. 1997-ben tartották meg első alkalommal július 1-én a köztisztviselők napját. Az ünnep 2011-től a kormány tisztviselők napja is egyben.
A Szövetségben Nyíregyházáért frakció üdvözli a távol-keleti nagyberuházó érkezését, amely a megyeszékhelyen hozza létre új üzemét, munkát adva 1200 embernek. A Momentum mozgalom sajtótájékoztatóján elhangzott, a frakció az elmúlt években és a jövőben is minden olyan nyíregyházi kérdést támogatni fog, amely jelentős munkahelyteremtést eredményez. Remélik azonban, hogy az új vállalat anyagilag is megbecsüli majd a nyíregyházi munkavállalóit. Erre borzasztóan szükség volt, és mindent támogattunk az elmúlt években, hogy létrejöhessen ez a beruházás városunkban, hiszen nekünk is fontos, hogy a megyei és a nyíregyházi fiatalok itt maradjanak, itt tudjanak boldogulni, megtalálják itt a számításukat. És ugye a Központi Statisztikai Hivatal adataiból tudjuk, hogy az egyik legelmaradottabb megye vagyunk az országban mindenféle szempontból. Az áprilisi adatok szerint itt nettó 201.000 forintot keresnek az emberek átlagosan, míg a szomszéd megyékben, Borsodban 230, Hajdúban 240.000 forintot. És bízunk abban, hogy a WScope nem az olcsó munkaerő miatt választott bennünket, és meg fogja becsülni a lendő alkalmazottait. Egy hete zajlik a Magyar Színházak 34. Kisvárdai Fesztiválja, ahová határon túli színházak aktuális évadjának legjobb előadásait hívták meg. A zsűri szombaton hozza majd meg a döntést, a záró ünnepségen adják át a díjakat a legsikeresebb művészeknek és társulatoknak. Szerdán az Aradi Kamara Színház és a Szegedi Pince Színház közös produkcióját láthatta a közönség. Lev Tolsztoj az Élő holttest című művének próbája zajlik a Művelődési Központ színpadán. Tolsztoj döbbenetes érvényű drámájában egyfajta pokoli lakodalom és tor elevenedik meg, amelyhez szabadkai zenészek biztosítják az élő zenét. Az előadás különleges térben játszódik, a nézők maguk is részesei annak, bár nem interaktív módon. Mivel egy picit a történet eléggé egyszerű, mi egy picit megbolondítottuk ezt a történetet élő zenével, ami nagyon fontos része ennek az előadásnak, hogy a történetnek a kicsit a linearitását megbontottuk, és pont azért van ilyen tér, hogy a linearitásra másképp jelenje meg a történetmesélés, néha ugrálni tudjon egyik dologba, hangulatból a másikba. A művészek többsége már sokat szor tér vissza a fesztiválra. Balog József, aradi színművész is többször játszott már versenyelőadásokban. Ez alkalommal egy női szerepet alakít. Egyébként sem vagyok egy ilyen valakinek a bőrébe belebújó, és azt valamilyen módon utánzó, vagy mimézissel élő, nem tudom, színészfajta, és az Ernő meg nem is kért semmiféle női gesztust, vagy hangot, vagy efféle dolgot, tehát nem kell ilyen értelemben nővé változnom, de hogyha fölveszem ezt a mennyasszonyi ruhát, akkor óhatatlanul valami olyasmi történik, ami nekem egész egyszerűen megcsinálja a szerepet, szóval nagyon nem kell már ezen dolgozni, a ruha, a smink, és rendben vagyunk. A fesztivál 9 napja alatt nem csak színházi versenyelőadásokat láthatnak az érdeklődők. Szakmai beszélgetések, workshopok, interaktív helytörténeti séták is várták a színházbarátokat, a középiskolásoknak pedig technikai tréninget szerveztek. Csütörtökön megérkezett az ausztriai edzőtáborba a kisvárdai futballcsapat, pénteken pedig már 2 tréninget is tartott Voróban az új vezetőedző Török László. A kisvárda a horvát Hajduk Split, a román Krajova, a ciprusi Ajek Larnaka és az osztrák Admira Wacker ellen lép majd pályára Ausztriában. Idehaza elkészült az NB1 2022-23-as idényének sorsolása. A kisvárda július 30-án hazai pályán a Debrecen ellen kezdi a bajnokságot. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Orvosokat, ápolókat és egészségügyi dolgozókat ünnepeltek csütörtök délután a Megyeházán a Magyar Egészségügy Napja alkalmából. Az eseményen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 31 szakembernek adott át kitüntetést, a Magyar Orvosi Kamara pedig a házi orvosok munkáját ismerte el. Palackozott ásványvizek osztásával tették elviselhetőbbé a kánikulát Nyíregyháza belvárosában. Az akciót a megyeszékhely önkormányzata rendelte el a hőségriadóra való tekintettel.
Bár hétvégén valamelyest enyhül a forróság, érdemes továbbra is sok folyadékot fogyasztani és elkerülni a tűző napot a legmelegebb órákban. A Nyíregyházi Egyetem rektora szerint sorsfordító együttműködési megállapodás született az egyetem és a Nyíregyházi Egyház megye fenntartásában működő Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium között. A megállapodás értelmében segíteni fogják a diákok egyetemi felkészülését, az állami mellett egyházi ösztöndíjban részesítik őket, végül a diplomát szerzett hallgatókat pedagógusként visszavárják az egyházi fenntartású intézményekbe. Július 1-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombat reggel még lehetnek erősebben felhős vidékek, majd kiderül az ég, a keleti megyékben ugyanakkor a déli óráktól erőteljesebb felhősödés várható. Elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-32 fok között valószínű. Vasárnap napos idő várható, általában kevés felhővel. Az északi-észak-keleti szél időnként megélénkül. Délutánra 31 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.